Sziasztok, üdvözletem innen Ferihegyről. Szintén egy vonalbejárós videóban készülőben. Most éppen halljátok a hangosba, hogy az S51 személyi vonat fog jönni, azzal fogok elmenni Monorig, és ott egy régen nem használt iparvágányt fog bejárni, az egy tüzéptelepnek az iparvágánya volt. Ez lesz a mai program. Előbb-utóbb megérkezik innen megülnem a vonat, ami valószínűleg fölött lesz, milyen hétvége van. És hát meglátjuk. De ha nem fölött, akkor Fecske BHV is ing a vonat, papagájszülűvel. Ez a kettő esélyes, hát igazából mindegy, mert most Monorig tök mindegy. Milyen kibírom, aztán meg az állomásra vágozik ki a volt tüzértelephez vezető vágány, ezt fogom bejárni, úgyhogy tartsatok velünk, majd Monoron jelentkezem. Közben megérkeztem Monorra, és látjátok, hogy amelyik vágányon most rajta álltam, az a hatodik, és ott van egy kiágazás alefele, tehát itt van még egy vágány, amelyik itt a Lidl fele megy. Itt valami üzemfele, valahol. És elég kis sugarú ívben van, ahogy nézem, és még ilyen telelősinek, tehát valószínűleg azért épült telelősinek, mert nagyon kis sugarú az ív, ami jön. És ez pedig ez a másik vágány, amit az előbb mutattam, ez megy a tüzéptelepre. Menjünk a kettőt, megnézzük. Pont az egyik nyíregi vagy szegedi célpont most már. Az szegedi. És látjátok, valaki itt dolgozott. Elvonatatlan kőműves aktimál. Közben itt vagyok ugye ezzel a vágányon, ami a telephelyre ezeket már mutatom, de ami külön érdekessége, nézzétek meg, hogy telelősím van rajta, és ez szerintem azért kellett. Egyébként itt van Zoli is közben, és dolgozik, itt van. És hogy itt végig, mert nagyon szűk ívbe fordul, és akkor ott van szemközt az a telephely, odafut be. Szerintem itt a telelősint azért rakták ide, mert ez nagyon szűk ív. És akkor a siklás miatt, hogy a kicsit akkor ezt megfogja. Egyébként ott a háttérben látszódnak is az ív, a maradék sínnek a nyomai, tehát ott kivették már régebben. Ja, valami megint jön. Igen, ez valószínűleg egy szegedi Intercity gyors. Igen, és ott a tegeliket egy kis sínszálat látszik mellette, igen, azt nézem. Azokat kiszedték ott. Meg ott eltűnik a gazba a vágány, tehát itt valószínűleg nem használták már egy ideje. Hát nem. Azok meg ott betonaljak szerintem, ott az a kupac. Ez már tavaly augusztusban is így volt, amikor ide költöztünk, tehát konkrétan ide jöttem, és azt láttam, hogy ez a vágány ugyanúgy. Ja, ez már akkor se? Már akkor is így volt ez a vágány. Gondolom, meg elég rozsdás is. Nagyon rozsdás, szerintem ez már jó pár 20-30 éve legalább nem használhatják szerintem. Biztos, mert a mellettünk lévőhöz képest is sokkal rozsdásabb. Igen. Tehát, és közben itt a másik. Hát egy kis hívszál ide ki van pakolva. De valószínűleg ezt régebben használták, mert itt volt a rakodó. Ez volt állomási rakodó, tehát itt hogyha valamit még rakodnak, már nem, hát nem tudom, hogy van itt még rakodás, vagy bármilyen kiszolgálás. De valami megint jönni fog, mert le van zárva a sorompó. Ja, nem. Vagy kimegy a föld, mi? Ja, úgy azzal a földre jöttem. De szerintem az indul majd vissza. Igen, az. Ó, és az S50 is megy ki. És igen, megy ki a zóna. Vagy a személy. Közben itt vagyunk a rakodón, valószínűleg ez lehetett a rakodóvágány, nincs is villamosítva pont amiatt szerintem, hogy itt lehessen rakodni. És itt, hát a rendes ezért használt betonaljakkal van kirakva a rakodó, hogy általában vasútnál jellemző, azért van kéznél. Hát, hogy P+-szel parkolóként funkcionálhat ez alakodó? Most már ugye ott áll egy kocsi. Szokott itt több kocsi lenni? Hétköznap? Nem, a P+-szel parkoló az a túloldalt. Ja, akkor az más, akkor ez csak így... Ez csak így odaállt, jó, akkor itt akkor ez nem arra való, mert sok helyen befogják a rakodót, és egyébként ott egy Taurusos tehervonat. Igen, az az már kettő áll az állomáson akkor. De ameddig nem zárják le azt az átjárót, úgysem megy ki, úgyhogy mindegy. És ott van a végén egy ütközőbak, szerintem addig használják csak. Évente hányszor láttál itt már te vonatot ezen a vágányon? Körülbelül egyszer, kétszer? Egyszer? Amikor mondtad, hogy tavaly októberben, mikor láttál itt egy vonatot? Igen, tavaly októberben láttam ma 2-3 vagon. Hát akkor tényleg nem nagyon, nem sűrű azt, hogy hát de látszik is egyébként a vágány állapoton, hogy főleg, hogyha mellette lévőt megnézzük, amit szinte minden nap használnak, az mennyire fényes, és hogy ez ilyen rozsdás. És ott van egyébként az ütközőbak előttünk. És látszik, hogy addig van. És egyébként lezárták az átjárót, úgyhogy jönni fog valami. Ja, jön valami. Lehet, hogy a Tau fog indulni. De jobban megnézve ezt a vágányt, az is látszik, hogy addig a bakig lett felújítva, mert szerintem amikor itt a 2005-2006 könyekkel, amikor itt a 100 vonalat átépítették, szerintem akkor még úgy gondolták, hogy eddig szükség van rá, és addig bekötötték, de azt a vágányt már akkor sem használhatták, mert eddig van megcsinálva. Pont az ütköző bakig van megcsinálva. És valószínűleg ez lehet az a telephely, ahol meg befut a másik. De hogy itt nem használják, az is biztos. De hogyha te tovább megyünk, mindjárt megnézzük a vágányt. De esetre már itt vagyunk a bakvágánynál, itt a 6. vágány végénél. És itt lesz az, ahol látszik, hogy a bakig volt felújítás, amikor átépítették az állomást, viszont utána nem nyúltak hozzá, tehát látszik, hogy eddig, és akkor azért került ide ez a bak, hogy eddig meg van csinálva. Hogy nézzétek csak, tehát hogy itt a vége, és itt van a szintkülönbség. Ennyi. Hát meg látod, be sincs kötve rendesen, tehát eddig megcsinálták, és nézzek így. Ez így ennyi. Azért látszódik, hogy mennyivel másabb. Itt csináltak egy teljesen másik vágányt, tehát itt gyakorlatilag itt összesen ilyen. Tehát, hát lehet, hogy felszedni macerás lett volna, akkor inkább így hagyták. Igen, közben kihaladt a másik Taurus is az elmúlt volna. Igen, a tehervonat már nincs itt, igen. Csak nem vettük észre, merre koncentráltunk. Szóval valóban lehet abban igazat, hogy ez valószínűleg az átépítés. Bizony. Az pedig ott szemben egy malom volt, az szinte biztos, hogy egy malom volt. Felújítás előtt nem volt aluljáró? Vagy akkor is volt aluljáró? Szerintem volt, szerintem ez így, ahogy van mostanáig volt. De amikor átépítették olyan 2005 környékén elkezdték a 100-at, nem akkor épült ez az aluljáró ide? Ja, de lehet, nem tudom. Előtte volt? Nem tudom, azt mindegy, ennek majd utána nézek. Ja, vasútállomások.hu, igen, hát én is csak áthaladtam mindig itt Monoronon, sose szálltam le a vonatról, úgyhogy nem tudom. Meg régebben se. Ja, igen, azt meg kell említenem nálam is, hogy mindenképp mondja, hogy ezt Rikári mondta, hogy az egy tüzéptelep volt. És egyébként szerintem az az épület meg egy malom volt, tehát az tipikusan úgy néz ki, mint amely malom volt. Sőt, az is a neve, hogy malom center, tehát biztos, hogy malom. Tehát Békésnek ugyanilyen épület volt a malom, amit már lebontottak az állomás mellett, és nagyon sok helyen van ez. Ez tipikusan az, meg Békésben az István malom is hasonlóan néz ki. Úgyhogy ez... Úgyhogy valószínűleg ott is volt egy iparvágány a malom felé. Nem maradt hát. És akkor gyerünk, menjünk tovább. Menjünk. Még az a kérdés, hogy ott az útátjáróba, vagy az útból kiszedték a sineket. Bár van nem szokás az se, szerintem csak ráaszfaltoztak. Hopp. Micsoda? Mutasd csak. Hát egy picit el van deformálódva, ahogy látom. Hát az csak annyi, hogy nem használják meg évtizedek óta, aztán mindjárt mindegy. Olyan másképp van, tehát egy picit, ha megnézed. Annyit egy kicsit elmozdult ott az a betonaj, ennyire. Hát az ilyen bezárt vonalakon is elő szokott fordulni, azt és sok ilyet látok. És közben jöttünk egy kicsit, de körülbelül 10 métert, és itt már teljesen belőtte a gaz. Sinek megvannak, csak itt a fű alatt. Igen. De itt van. Itt jönnek végig. Igen. Itt van a vágány. Úgyhogy is. Most ott a túloldalt már látszik az iparvágány is. Itt már a föld, itt már megtemette a földön. Hát ennyi, mert szerintem itt azért, mert itt de ott használták, igen. Tehát azért ennyi. Vannak nyomai bőven. Megvannak a sinek, csak itt azért valamennyire benőtte már gaz. De gazba ott. Sőt, az útátjáróban is benne van. Valószínűleg nem volt egy mostanában felújítás az közúton sem, mert ilyenkor simán rá szoktak aszfaltozni. Igen, nem volt. Nem használt vágányokat fogják és aszfaltozzák meg, kiszedni vagy macerásabb. Azt is van valószínűleg, ennek tartom egyébként, hogy hivatalosan sincs megszüntetve ez a vonal, csak ugye szünetelő státuszban van, és akkor nem is lehetne kiszedni a sineket meg semmit, viszont itt mi ez a nagy gödör itt? Ja, hogy itt folyik valami. Ja, igen. Ja, látom, igen. Elég sok víz van benne. 1964-ben épült az áteresz a sineknél. Csatornavízzel vezető, mert amúgy meg más nem lehet, mert patak amúgy nincsen tovább. Tehát ez a kis része, ami ilyen vizes árok. Hát annyi akkor, lehet, hogy csak van vízelvezető. Ez csak a vízelvezető lesz, igen, amúgy. Hát igen, egyébként itt folytatódik tovább, itt a túloldalt is van. Igen, tehát látjátok, ez valószínűleg a... Hát itt mindenhol épült egy áteresz, és 1964-ben ezeket szerintem egyben megcsinálták. Ez amúgy meg egyébként szerintem a telep, gondolom ennek a régi. Hát itt vezetett be a közút a lakodóra, a vasútira, itt hordták a lakodni valókat. Ja, nem, amúgy tényleg ez a csatornavíz elvezető lesz, mert ott tovább folytatódik egészen arra a lítőn. Igen, túl, hát most már látom én is. Tehát ez a kis csatorna elvezető. Hát itt meg a... És akkor itt vagyunk a... Ahol átmegy az úton, ott van a 100-as vasútvonal, itt meg az iparvágány. Igen, itt van az átjáró, itt vagyunk a 100-as vasút átjáró. Itt telelősinekkel, mindennel, itt van. És egyébként meg itt a közül. Tehát ez is jó kérdés, meddig lesz itt, de azért is jó, hogy megörökítjük. Hát a következő útfelújítás miatt, amikor újra aszfaltozzák ezt az úton, akkor valószínűleg rá fognak aszfaltozni a sinekre. Hát nem tudni, ki tudja. Hát megmarad akkor is a sín, csak az aszfalt alatt valószínűleg. Bár itt mostanában nem volt semmi hír arról, hogy lesz bármiféle felújítás, szóval... Hát az bármikor lehet, amikor éppen tönkre megy annyira, hogy már láthatóan, akkor valószínűleg a közút az bodít rá egy kis aszfaltot. De még ez az út nincs annyira szállakodva. Régen a tüzértelepnek a bejárata, ez volt a portaépület, itt volt a vasúti kapu, meg a közúti, és egyébként itt a kerítés mögött mennek tovább a sinek. De egyébként eddig tart a kerítés, mert ott a vágányok, és itt is, ott a vágány, na, és itt viszont rátették a járdát, tehát itt is megvannak a sinek, csak ráépült egy járda. De ezek az előre gyártott betonelemek, tehát... De a sinek ugyanúgy megvannak. Megvannak, persze. És én meg ott... Kiszedtek egy-két talpát, ezek voltak itt szerintem alatta. Még a nyomma is ott van, tehát igen. A nyomvonal látszik. Abszolút látszik, merre megy. Mivel ez... Nézd meg, kerítés. De ennyi, addig van meg a kerítés, innestől meg már nincsen, tehát itt simán megkerülök. És itt... Látjátok, hogy itt... És itt is van valami itt a névete, szerintem itt még tovább is volt, ott volt valahol a kerítésnek a vége, mert ez még a telepés. Meg itt valószínűleg volt egy épület is, és csak azt már elhordták, vagy lebontották, nem tudom, mi történt vele, mert itt van néhány tégla. Amúgy meg itt amúgy is szoktam sétálni a sinek mellett emberek, szóval igazából ezt tényleg nem szokták, úgymond. De most úgy őszintén nézd meg, te. Hát ez így hogy néz ki? Hát ez volt azért, gondolom a porta, meg itt a beléptető, tehát ott tudtál bejönni a telephelyre. De hát ott látszik meg, ez le is van rácsodva, stb. Hát innen már szerintem ezt már csak az épület van ott meg. Belül se lehet semmi. Hoppá! Jaj, igen, itt a vágány az megvan továbbra is, és akkor is ott jött be. Azaz. És hogy beépítették itt ezek a betonaljakkal mindennel? És még mindig tart, tehát látjátok, még jóval bejött. Az még ott egészen addig az épületekig simán eltart szerintem. Még ott van egy elveszett tűzcsap is, ott a fa mellett. Meg itt volt a régi rakodó, valószínűleg itt a tüzépen belül. Most látjátok, nézzétek. Itt volt a tüzéptelep. Azért, nem a vágány, az itt megvan, csak csöppet nagyobb lesz szakad, és akkor ott eltűnik ott annál a dzsumbúj környékén, de még itt is simán. És még itt van, és itt volt régen a rakodó szerintem, itt ide pakolták ki a fát, meg a szenet, meg a többit, amit itt a tüzép az. Igen, és a vágány is itt megy mellette. Tehát ez a... Bizony. A vágány jó darabig megy. Addig a fáig megy, addig a fatöbig megy, és onnantól nincs tovább. Biztos? Szerintem? Nem, ja, mindegy, mindjárt megnézzük. Nem, hát a bokonról már nem láttam, tehát ahogy néztem a vonatból is, nem, idáig van csak meg a fatöbéig. Hát igen, látod? Az, igen, mondjuk az igaz, hogy itt valahol. Itt a vége a fatövének. Ja, és itt már talfás, nem betonaljas. Ennél tovább már nem megy. Igen, meg ráadásul fatalpak vannak. Meg szerintem megvan ez egyébként még tovább is, csak nem nagyon járható innen már. Ja. Hát igen, eléggé van. Na azt nézzétek, hogy... Na ezt már biztos nem használtak egy ideje, itt már a vágánytengelybe kinőttek a fák is. Ja. De se. De szerencsére nem ezek a szúrós. Na itt viszont valaki tüzet rakott. Itt már nem látszik a vágány, de szerintem még itt a... Szerintem itt a föld alatt még megvan. Ja, ja. Nem tudom, mert itt még láttam vágányt. De ez, aha, és ott még van egy betonalj, tehát eddig még biztosan eljött. És ott annál ez a domb itt, meg szerintem itt lehetett valahol a földkúpja. Tehát szerintem valószínűleg tényleg, hogy valahol itt lehetett a vége. Itt. Itt még megvan. Itt. Itt még rajta állok, és még itt is van belőle valamennyi. Még itt is. Aha, itt. Itt még ennyi látszik belőle, és akkor itt még megy tovább, csak nem igazán járható már itt a plac. De egyébként itt is van egy betonplac, tehát szerintem itt is még volt egy rakodó. Azt mondja, hogy... De itt már vágánymaradványokat nem látok. De! Azt, még itt van egy sínszál. Ez az. Okay. És itt a vége a vágánynak fizikailag, és itt látjátok, hogy egyik. Az egyik sínszál még eljön eddig, és itt a vége. Itt a vége, fuss el véle. Innen már tényleg nincs tovább. Arrafele még. Van egy-két épület ott a gazba, de az nem is biztos, hogy ez a telephez tartozik. Már nem biztos, hogy én ezt már akarom nézni. De nagyjából ennyi. De hatalmas terület volt ez egyébként régen. Azt mondom, hogy... És úgy látom, le van zárva az átjáró, meg így jön valami. És itt is. Na hát akkor szerintem ennyi, hát beljebb ám tudok menni. Szerintem ennyi Nyíregyházi Intercity volt. Hát mindegy, akkor... De magát a rakodót is elég jól benőtte itt a gaz. És az végig a rakodó volt, tehát ez egy hatalmas tüzéptelep lehetett ez, ameddig működött. Hát akkor látjátok, ez kb. Ennyi volt. Ameddig tudtam, ott bementem a gazba, de Tovább már a vágányt nem lehet követni, de azt láttam, hogy a sínszálhol szakad meg, tehát szerintem ott már nincs is tovább. Ott még láttak vagy két épületet a háttérben, de szerintem az már nem is a tüzértelephez tartozik. Meg elég áthatolhatatlan gaz van arrafele. Úgyhogy most ezt most nem vállalom be, hogy azon végig menjek. Az így is elég jól bementem a gazba. De volt, és itt van még egy. Itt viszont volt egy átjáró. Nézed, ez a beton akármi, ez két sínszál között, tehát szerintem itt volt egy gyalogosa, vagy lehet, hogy közúti is, hogy itt lehetett autóval is átmenni. De mindjárt jön valami, mert úgy látom, hogy piros. Bár a sorompó még fent van, de... Ja, most megy le! Na, akkor viszont kempelünk egyet. Látjátok akkor még ott a portálnak az épületét, valószínűleg ez volt a főbélet a tüzértelepre. Hát ez nem úgy néz ki, mint ami nyitva van. Azért az ablakon megpróbálok nézni, ott egy busz, amit most nem fogtok látni. Van bent egy kibelezett hűtőszekrény, amit látok, de nagyjából ennyi. Ott volt egy gázkonvektor, de már csak a szellőzője van meg. És itt lehetett még egy. Viszont itt a régi konvektorlácson be lehet nézni. De semmit nem lehet látni benne. Hát az ajtó az nem hiszem, hogy nyitva van. Nincs. Az lett volna a meglepő, ha ez nyitva van. Akkor nézzük, hogy... A kamera nem sok mindent lát, de majd én megmondom, hogy... Van bent egy salgópolc, egy gázkonvektor. Van bent egy kéményes gázkonvektor, azt látom. Egy salgópolc. Meg... Ja, meg egy régi ilyen kétajtós szekrény. Sőt, kettő. Két ilyen régi őzéfa kétajtós szekrény van bent. És nagyjából ennyi. Hát, igen. Szerintem itt volt az a tűzlétől, ami föl lehetne menni a tetőre, de azt már elvitték, mert vasból van, aztán szerintem már valamelyik mély telepen van. Úgyhogy esetleg a tetőre fel tudtam volna rajta menni, hogyha elég masszív, és bevállalom, de hát így már nem. Viszont az esővízső csatornának egy része még megvan. Hoppá! És az urbexelés első aranyszabálya mindig néz a lábad elé, az itt is érvényes. Itt van, szerintem ez a vízórának az aknája. Itt a főbejáratot megnézhetjük eme oldalról is. Van rajta egy pár reklámtábla, de ez már régen nem volt tüzértelepet hirdet, igen. Ennek már semmi köze, és itt talán jobban be lehet látni. A hódkosz ablakon. Ott a kibelezett hűtőszekrény, az látszik, igen, ott volt egy gázkonvektor szembe. Annak látszik, és a másik az még meg is van a fokkal, azért nem tudtam itt belesni, mert igen. Ott két gázkonvektor is van egymásról mellett, és az egyiknek csak a külső bútkolata nincs meg, a másik meg teljesen meg is van. Mondjuk, hogy miért tesztek egymás mellé két gázkonvektort, és azt már végképp nem értem, de... És közben elengedjük az átmenő forgalmat, és lássátok fel, itt volt a bejárat, és ráadásul ezért kamerával megfigyelt területjelzősként meg. Viszont az az érdekes, hogy a villanyórát viszont felszerelték a digitálisat, tehát akkor az mégiscsak valaki ez az épület. Szóval, viszont ugye az is látszik, hogy mind a három fázis le van kapcsolva, úgyhogy nincs effektíve fogyasztás, tehát ez nem használja senki, viszont valamire. És ezt a digitális villanyórát az elmúlt egy-két évben rakhatták föl. Tehát azt, hogy akkor az valószínűleg még egy élőbekötés van. Csak hát ugye azt nem látom, hogy hol, mert itt ott megy a légvezeték, de nincs bekötve a villany az épületben, viszont a villanyóra meg ott van. Tehát lehet, hogy földkábellel húzták be, csak annak már mi értelme lenne. Itt a másik terepvezető vágánynak, és itt a vége, itt van az ütközőblokk, ez jól látszik. Ezt a vágányt? Nem a vágányt, hanem ezt a telephelyet, mert itt vannak azt lehet, ez... Itt vannak a táblák. Nézd meg, ilyen kavicsbeton, meg ilyen betoneladás, tehát szerintem itt azért elengedtek a kavics, ez szemengyár. Igen, az lesz, mert tele van kavics, úgyhogy De magát a vasúti szakaszt azt már egyáltalán az biztos, hogy nem, tehát szerintem közúton hazafuvaroznak, de igen, valamennyire használhatják. Igen, meg egyébként kim van a reklám is, az a KK. Nem baj, kaptak egy kis reklámot. Így hogy? Ez már az igazi inga vonat. Siess!